Gyakorlati vizsgát tesz Juhász Tamás, aki az autószerelő mesteroklevelet szeretné megszerezni. Csütörtökön a Pécsi Angster szakképző iskola műhelyében adhattak számot tudásukról. Szakmában való továbbfejlődésem volt az, ami motivált ebben. Önként jöttem, nem a munkáltatóm elvárása volt, de nyilván támogatott ebben, és örült, hogy így döntöttem. És mivel nálunk a vállalatnál nincsen mesteroklevél, legjobb tudomásom szerint nincs mesteroklevéles szerelő, tanulókat is talán a közeljövőben tudunk majd foglalkoztatni. Az autószerelő szakma jelentős változásokon fog átmenni a jövőben, mondja az oktató. Az elektromos és hibrid hajtás elterjedésével és a fosszilis üzemanyaggal működő autók visszaszorulásával kell számolni. Nagyon nagy túlzással, de hasonlatként megemlíteném, hogy most az autóból, meg a villanymozdonyból csináltunk egy közös járművet, azaz nagy feszültségű szerkezettel van dolgunk, amelyben az autószerelőnek így ebben a formában az utóbbia értem, nem sok keresni valója van. Az autószerelő az egy OKE, ő nem tanult nagy feszültségű hálózatban dolgozni, ebből kifolyólag egymás beletettek egy ilyet egy autóba, hát itt teljes egészében a képzést, illetve az egész szakképesítés elsajátításának a folyamatát erre kell kihegyezni. Azonban a mestervizsgán még a hagyományos benzin- és dízelmotoros járművek szerelését adták feladatul. 13 fő vesz részt ezen a tanfolyamon, illetve a vizsgán. Úgy tűnik, a vizsgát elkezdtük a gyakorlati részét, hogy alaposan fölkészített fiúkkal kell dolgoznunk, ami köszönhető egyrészt az ő motivációjuknak, illetve a felkészítő tanárurak munkájának. Illetve hát nem olyan fiatal emberekről van szó, ők már az iskolapadban jó néhány évvel ezelőtt ültek, és most egy picit még meg is lepi őket a vizsgadruk. De motiváltak, hogy megszerezzék a mesteroklevelet, mondta a vizsgabizottság elnöke. Ez a végzettség szakmai presztízst jelent, illetve gyakorlati oktatást is lehet végezni vele. A mesterjelölteknek 5 éves szakmai gyakorlat kell, hogy a 100 órás felkészítő tanfolyamra jelentkezzenek. A most vizsgázó autószerelők november 26-án vehetik át oklevelüket, ha sikeresen túljutottak a vizsgákon.